Sziasztok! Most olvastam az egyik ilyen hiteles összehasonlító oldalon, egyik ilyen blogcikkbe, hogy siessetek, ha lakást akartok vásárolni, főleg támogatás nélkül, lásd csok, babaváró, stb. Mert hogy július 1-je eljön, és ha eljön itt az ingatlanos Armageddon, itt van a pillanat, amikor egyszerűen elszakad a valóság a realitástól, és az ingatlanárak úgy elszállnak, hogy nem fogod tudni kifizetni. Tehát siessél. Persze a cikk másik fele, hogy akkor ezt a hitelt vett fel. Na álljunk meg egy pillanatra. Én is tökre örülök, ha nagyon sietsz, ugye én ebből élek, hogy többek között, hogy például engem keresel meg a hiteleddel, hogy segítsek neked elintézni, nézzük meg a megoldást. De azt még nem mondtam senkinek, még két hap ezelőtt, hogy na most siessél azonnal, mert jön a július 1, és akkor onnantól kezdve elszállok az ingatlan ára. Elmondom miért. Gondolkozzunk már logikusan. Kik tudnak arról, hogy jönnek támogatások ezzel július 1-ével? Ki hallott már róla? Na, hát nem fogok nagy titkot elárulni, mindenki. Mindenki olvasott, mindenki látta a plakátokat, a rádióban reklámspottokat, mindenki hallotta, aki nem egy barlangból jött. Ha pedig nem egy barlangból jött, és tudok róla, akkor miért gondolja azt bármelyik szakértő, hogy így májusnak a vége fele, tehát lassan egy hónapunk van eddig a hitelnapig, az ingatlan robbanásig, hogy azok az emberek, akik éppen most akarnak ingatlant eladni, vagy azok a cégek, akik most árulják az ingatlanjukat, azok már ezt nem áraszták be. Tehát miért gondoljuk azt, hogy vannak ezek az emberek vagy cégek, akik lakást akarnak nekünk eladni, és ők nem tudják, mi folyik itt? És július 1-ével egyszer rá fognak csodálkozni, mikor felütik a kis magyar nemzetet, vagy amiük éppen van, az internetet, hogy Jézus Mária, mi történt itt? Hát hirtelen a potenciális vásárlóinak sokkal több pénze lett a támogatások miatt. Ho-ho, akkor emeljük meg a árakat. Normálisak vagyunk. Hát ez nem így történik. Aki árat akart emelni, az már árat emelt. Tehát már most, május végén, május 24-e van azt hiszem, 24-e, már hidd el nekem, hogy te nem fogsz tudni olcsóbb a lakást venni, mint amennyiért július 1-jében kerül majd a lakás. Nem lesz hirtelen árugrás, mert már az megtörtént. Vagy, hogyha valaki tényleg arra vár, mint eladó, hogy jön ez a nagy nap, viszont most még nem akarta megemelni az árát, azt tudod mit csinált? Felfüggesztette az értékesítést. Az felfüggesztette a hirdetését, és az azt mondta, hogy megvárja majd, amikor eljön a nap. De azt nem látom magam előtt, hogy én vagyok ma az eladó, én vagyok a cég vezetője, vagy bárki, aki meghatározza az árakat, az építető cégé, és akkor ma a lakást azt mondjuk 600.000 forint per négyzetméter áron szeretném árulni, és én bátran ma én bárkivel lepacsiznék, aláírom, fizesse ki, menjünk. Gyakran ez úgy néz ki, hogy most még csak előlegetés, majd menj még egy több havi tilitoli, már bőven július 1-je után vagyunk, de már hát nincs mit tenni, aláírtuk a papírokat, 600.000 forint négyzetméter, de ha addig nem megy el, akkor majd július 1-jével, higgyétek el, 700.000 forint per négyzetméter lesz az ára, mert meg fogom emelni. Na, ilyen nincs. Akkor már most is 700.000-ért adja, vagy felfüggesztett az értékesítést. De ennyire ne nézzük már hülyének se az eladói oldalt, se a vevőkört. És vevő oldalról is én nem remélem, hogy nem hiszitek ezt el, és nem emiatt fogtok most elhamarkodottan dönteni. Egy ingatlan vásárláshoz nagyon fontos, hogy körültekintően járjunk el, hiszen mi abba vagy lakni fogunk, vagy egy jó befektetést remélünk tőle. Bocsánat, csak légkondit indítok. Ja. Jó, szóval vagy ez, vagy az. Tehát itt nem egy kiló lisztet szeretnél vásárolni, nem egy, egy zacskó lisztet, egy kiló kenyeret, nem egy ruhát. Ez egy olyan mértékű pénzkiadás, az, hogy egy lakást vásároljál, ami körültekintő. És azt tapasztalom, hogy azok is vagytok körültekintőek.
Tehát most azért, mert attól félsz, hogy fel fog menni az ára egy hónap múlva, hidd el nekem, hogy már felment, majd pedig nem emiatt fog. Jó? Tehát ezt gondoltam, gyorsan megosztom veletek, még mielőtt azonnal rohannátok aláírni egy szerződést idő előtt, hát olcsóban jutok hozzá. Lájkold a videót, meg a kis csiningelő harang hülyeségre kattintsál, és akkor majd mindig engem látsz először, hogyha kirakok egy új videót. Norbi voltam, sziasztok!